A túrára több iskola csapata vállalkozott, a találkozó egy napsütéses délelőttön Bánok-Szentgyörgyön volt. Azt gondolom, hogy Zala megye, Magyar Provence, Magyar Toszkána, de sokkal inkább nevezzük nevén, mondjuk magyarul, Muraföldének, és persze bejátszik a legendák földje is akár, és van itt jó pár olyan történés és helyszín a lakó környezetünkben, amire nagyon büszkék lehetünk. És erre a gyerekek figyelmét is illő, hogy felhívjuk. A túrát Cseresnyés Péter miniszterhelyettes országgyűlési képviselő vezette, de a csapatot profi bringások is kísérték. A távot mindenki sikeresen teljesítette. A diákok a híradónak azt mondták, nagy élmény volt számukra a túra. Büszke vagyok magamra, infósként elsők lettünk nagyjából, úgyhogy bebizonyítottam magamnak is, hogy erre képes vagyok, úgyhogy erre büszke vagyok. Szentpéterföldén erdészeti ismeretekkel is gazdagodtak a fiatalok. A csapatot Pálinkás Ákos, a Bánok-Szentgyörgyi erdészet igazgatója fogadta. Mi erdészek gyakorlatilag 1808 óta űzzük ezt a szakmát. Azóta óvjuk, védjük a Kárpát-medence és Magyarország erdeit. A biciklis túra egyik célja az volt, hogy a fiatalok jobban megismerjék saját vidéküket. A másik célja tulajdonképpen ennek a kis túrának az volt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy már most a Muraföldre kínálatában vannak olyan lehetőségek, amelyek egy-egy családnak akár egy hétvégi programot is tudnak adni. Hisz itt nem messze ettől a Tisztástól van egy végállomása az erdei kis vasútnak, Csömödérről idáig el lehet jönni, akár kerékpárral is a nyár folyamán, a vonatra fölhelyezett kerékpárral, innét pedig egy nagyon-nagyon szép kerékpáros túrát lehet tenni több irányba. A szervezők természetesen arról is gondoskodtak, hogy a résztvevők kipihenjék magukat, és megfelelően feltöltődjenek a túra után.